Kedves nézők, itt is vagyunk a második félidőre. Karcog Jászárok szállás 45 perc játék után 0-0. Néhány helyzetet azért láttunk. Rögtön az elején Hájos révén a vendégek villantak meg, aztán nálunk Kupainak, Bukovszkinak, Erdeinek is voltak helyzetei. Kupai duplázott, mármint ami a helyzeteket illeti. A másodiknál kellett nagyon nagy bravúrral védenie Pap kapusnak, aki eddig még mindig a helyzet magaslatán állt. Volt sok kemény, durva a jelenet is. Reméljük, hogy ezeket az indulatokat a játékosok a második félidőre az öltözőben hagyják, és ilyen körülmények között leiggadva, most már teljes mértékig a játékra koncentrálva folytatódik majd a találkozó. A második és a negyedik ütközete, amelyen egyelőre inkább a második akarata érvényesül, a Jászárok szállás védekező, kevés gólt kapó defenzív játéka egyelőre rátelepszik a karcagi támadó focira, ugyanis eddig még nem sikerült betalálnunk. Talán majd a folytatásban az idő múlásával azért egyre több helyzet jött, reméljük, hogy egyenes arányosságban, ahogy telnek a percek, úgy jönnek a helyzetek is. Pap! Most már ő a napos oldalon. Egész nyugodt volt. Székely. Hájos. Jól tartja meg. Aztán kapura. Fekete kikísérte. Fekete is 2009 óta focizik Karcagon, szépen végigjárta az utánpótlás csapatokat, és nem bizonyítja jobban tehetségét, mint hogy már 13 évesen a 16-osok között védett. És hát mert ellenmondani Orosz Istvánnak, nem tette neki kicsibe a kirúgást. Bartók újabb fejpárbajt nyer. Fekete azonban jön a kapuból. Most ott hagyja Orosznak. Gyakorlatilag a lábára tette. Szent Annai. Szerencsére azért ő sem érzi a lábában Kovácsnak azt a kőkemény nyújtott lábas becsúszását, amit a játékvezető nem ítélt szabálytalannak még az első félidő végén. Orosz beadás. Terjék. Belelépnek az átadásába. Szívós Gergő. Bukovszki. Ezt bezzeg kiszúrja a játékvezető, ha valaki egy picit a kezével üti maga elé a labdát, tegyük hozzá, hogy egyébként teljesen jogos. Kicsit pontatlan volt most Bukó. És úgy néz ki, hogy helyet cseréltek Erdeivel a második félidőre. Erdei jött ki a szélre.
Bukovszky pedig középen. Ő van legelőrébb a csatárok közül. Szent Annai. Terjéktől elpattan, orosz. Szívós. Székely Dávid. Terjék. Eladja. Aztán Bukovszky visszaszerzi. Szívós Gyula. Szívós. Terjék. Szent Annai, meg lehet az még. Kiharcol egy szögletet. Hát Karcagra azért nem győzni szokott járni a JVS-e. Tavaly egy Bukovszky duplával nyertünk 2-0. Azt megelőző évben egy pontvesztés, 1-1-es döntetlen. Előtte azonban 8-0 és 2-0-át az eredményjelzőn. Legutóbb 2011-ben nyert Jászárokszállás Karcagon. Akkor 2-1-re. Jó fejes. Elment kupai elől. Kazab arra rúgt, amerre áll. Karcagi bedobás következik. Az ott egy kemény ütközés. Erdei a lövés közben találta el az ellenfelet. Kaszab Ádám üvöltött föl. És elsőre úgy tűnt, hogy föl kell. Másodjára lemarad a gyepen. Most nem olyan jó hemperegni a hideg földön, úgyhogy alig, hanem tényleg fáj. Szabadrugás lesz majd kifelé. Ne legy előre tart az ápolás. Egyébként amennyire nem a pontért, pontokért jár a Jászárokszállás Karcagra, annyira szokták otthon tartani előttünk. Igen, régen sikerült utoljára Jászárokszálláson győzni a karcagi csapatnak, még a 2009-2010-es bajnokságban, amikor végül ezüstérmesek lettünk. Szűken, de ki szoktunk kapni. Igaz, volt egy komolyabb vereség is 2012-13-as idényben, amikor 4-0-ra kaptunk ki. Tavaly a 2-0-ás hazai meccs után 1-0-ra maradtunk alól a jásságban. Azért azok mindig egy kellemetlen és idegörlő, nagyon nehéz utak. És nem csak Jászárokszállásra, hanem Jánosidára is, Jászfényszarúra is. Azért nagy távolsággal is kell megküzdenie olyankor kunsági csapatoknak. Meg hát azért az ellenfelek is igen erősek. Pap. Bartók. Egy picit lökött székelyen, pont annyit, hogy ne legyen szabálytalan, de elérje a célját. Erdei, ő is nyújtott lábbal érkezik. Annyira rúgta el a labdát, mint Kovács Ádám az első fél időben, azt nem fújta le a játékvezető, itt még egy sárga lapot is kioszt Erdei Tibornak.
tekintét parancsoló belépő, Tari Márk lennmarad. Jövő héten lesz 23 éves Tari, alig ha ilyen ajándékra számított Karcagon. Most 8. alkalommal lép idén pályára. De lehet, hogy ennyi volt neki ez a meccs. Kaszab Ádámot találja meg a karcagi publikum. Egy mosolya konstatálja a bekiabálásokat. Mondjuk tett azért, hogy megtalálják. Seres. Kaszab visszatérhet a pályára, Székely pedig óriási ugorva elfejeli Bartók elől. Bukovszki, Terjék, Szent Annai és abszolút tehetetlenség. Ha az első fordulóban játszanánk, akkor értető lenne, hogy most játszanak először együtt a karcagiak. Így azonban már érthetetlenek ezek a fajta hibák. Újra kifelé az ítélet. Szent Annai. Sári megelőzte. Aki aztán fönnak a Terjéken. Nem érti Terjék, hogy vajon miért kapott lapot. A játékvezető pedig szóban elmagyarázza neki. A 57. percbe lépünk. Továbbra is 0-0 az állás. Nyászárok szállási szabadrugás következik. A nap is nehezíti Kaszabot, ki a labda mögött áll. Most teker. Jól fejeli ki Székely. Jön a kapuból Pap. Székely. Okosan nem tette kapura. Szívós. Kicsi be, Szent Annai. Most a beadás. Pap lehúzza a levegőből. Aztán nagyon dühös a társakra, nem lett volna szabad hagyni Szent Annait beadni, meg kicsi be elvégezni a szabadrugást. Gondolom én ezért tűnök Pap. Ezért utána megnyugszik a kapus. Az elmúlt 5 szezonban csak 3 meccsről hiányzott. Egyértelmű, hogy rendre az ő nevével kezdődik a JVS-e összeállítása. Jászberényben magasabb osztályban is védett. Nagyon jó képességekkel megáldott kapuvédőről van szó. Petrányi tette tovább. Karcagi dobás. Petrányi is egy nyári szerzeménye Szerdai Gábor együttesének, Tresóval, Sárival, Szabóval, Szőkével és Litkeivel egyetemben.
érkeztek. Megvan, tehát az erősítés azért jászárok szálláson is. És ott a tavalyi bajnokságban hatodikok lettek Szerdai Gábor bemutatkozó szezonjában. Idén alig, ha nem ezt kellene fölülmúlni. Tavaly ülettek hatodikok, hogy például ugyanannyi pontot szereztek, mint mi, az ötödik Karcag és a negyedik Turkeve. Kevesebb győzelmük és rosszabb gólkülönbségük miatt szorultak le a negyedik helyről. Elmegy keresztbe Székely beadása. Senki nem kísérte a támadást a hosszún. Szívós Gergő. Nem volt jó passzes sem. Kocsi is előny szabályt mutat a játékvezető. Nagy. Ájost választja. Ő meg elhagyja a labdát. Egyébként a pálya állapota sem mindig kedvez ennek a focinak. Szívós Gergő fúj. A bal Várdiát fájlalja, a Székely fölemeli. Ájos pedig kihúzza. Kocsis. Még a feje búbja is sáros. És ez is egy befelé ítélet. Ilyet is rég láttunk már a meccsen. Ebből könnyen egy veszélyes szituációt is kialakíthatunk a JVS-ek kapuja előtt. Bukovszky. Elmegy. Nem volt benne erő. Az elképzelés nem rossz ezeknél a szabadrugásoknál. Úgy megy kapura, hogy ha valaki beleér is, gól lehet belőle, illetve akkor is, ha nem. Csak hát akkor sokkal gyorsabban és sokkal a kapu közelébe kell rúgni. Így csemege papnak. Hát pláne neki. Könnyen lehet, hogy egy gól dönt a meccsen, ha látunk egyáltalán gólt. Kovács. Székely Dávid. Terjék. Le lehet finoman kioszt egy kötényt. Aztán Nagy Ferencet nézi saját csapattársának és adja oda neki a labdát. Újra Erdeit látják szabálytalannak, Túró Kálmán a túlsó asszisztens jelzett. Ma nem szeretjük a játékvezető döntéseit. Hájos. Szívós Gergő kifejeli, de senki nincs a karcagi középpályán. Mondjuk így, hogy gyakorlatilag Petrányi felszabadította a karcagi kaput, elégedettek lehetünk. Orosz nagyon mérges fiatal kapusára. Elcsúszik, így is kimegy. Nagy. Kocsis és Hájos versenyfutása. Kocsis Jancsi nyeri. Székely. Kihúzza vissza Kocsisnak. Senki nem akar kilépni rá. Talán majd most Petrányi. Ezt is visszakapja. Szerették volna, ha ellövi. Nem tette. Szent Annai beadás, Bukovszky nem tudta kapu felé fejelni. Orosz pedig föllép a támadással. És kap egy nagyot Sáritól.
Sárinak van lapja. Nem most fogja megkapni a következőt. A szabadrugás közben lehetőséget biztosít az ápolásra. Szívós Gergő kér a vádliára egy kis sprét. Így hát, ha jobban fog menni ott hátul. Orosz eltűnik középen. Neki is van egy sárga lapja, nagyon dühös. Nem fognak ezért szabadrugást is 11-es sem adni, pláne nem lapot. Orosz, ajaj, aztán ott középen Kovácssal megy a vita, megy a balhé, valakinek szét kellene szedni őket. Orosznak van egy lapja, Kocsis is ott van, újabb lögdösődés. Végül is a második félidőben még nem volt. Hát Orosz mestert, ha külső vezetőedző lenne, lehet, hogy most kellene lecserélni. Ő azonban nem biztos, hogy ott a pályán ennek tudatában vagy lehet le kell jöjjön. Különben ebből kiállítás lehet. Kovács továbbra is megy a vita. Senki nem kap lapot most sem. Hát, részben szomorú, de részben komikus az egész, ami a pályán történik a meccsen. Bartók visszaadja sportszerűen. Orosz. Bartók elől a visszafutó, Szívós Gyula. Most Orosz. Karcagi oldalon pedig Szőke Robi készül beállni. Eladjuk. Ájos újra megzavarja a labda szerencsére. Kocsis aztán nagyon csúnyán ment oda nyújtott lábbal. Szerencsé, hogy nem találta el. Bartók fejjel. Új, de veszélyes volt. Fekete véd. Hideg vérrel tapadt a nyálkasához a labda. Ha ez picit sarokra megy, emberfeletti bravúr kellett volna. Robit könnyű lesz megismerni, ha beáll, egyedül neki lesz tiszta a meze. És most érkezhet. Orosz István folyamatosan szövegel. Szénási Gábor megy oda hozzá, és hát próbálja meg nyugalomra inteni. Nem lenne jó, ha kiállítanák. Terjék, aki lejön. Őt váltja Szőke Robi. Szívós Gyula. Nagy fölrúgja. Kocsis. Szőke Robi. Ezen a meccsen most nincs ennyi idő. Szőkének azért alig, hanem majd a fejére is fogunk játszani. Oly, mekkora
becsúszó szerelés, és mekkora mennyiségű sár, ami följött a fűből. Embertelen körülmények, Hályos aztán rátart Kocsis lábára, ő is kap egy sárgát. Ő még csak a második sárga laposa a Jászárok szállásnak. Azért aki látta a meccset, az ezen alatt hallatán, amikor nem nagyot csodálkozik. Sári Csabához csatlakozott. Ez is a kapusé. Bartók. Bukovszky visszafutva. Kaszab. Nagyon kellett, hogy érkezzen Szívós Gergő, Kudelkát kellett szerelni. Kocsis. Messzire pattant tőle, Bartók, Hályos. Orosz áll bele. Nagy Ferenc érkezik a szöglethez. Ő lövi majd be középre, Szőke visszazár fejelni. Pontrugás, aminél nincs középen, nagy kakaskodás. Ott a fejes, átfejelék, és benn van. Kovács Ádám fejesével 1-0-ra vezet a Jászárok szállás. Kimozdult Fekete a kapujából, átpattant rajta, és aztán nem tudtuk már a gólvonalról kifejelni. Könnyen lehet, hogy egyébként ez majd öngólként kerül be a jegyzőkönyvbe. Húsz percünk maradt javítani, egyenlíteni és akár fordítani. Nagy kár érte. Ez ugyanis további lehetőséget ad a Jászárok szállásnak a saját játékuk játszására. Erdei. Bukovszky. Bartók. Hát a hosszúra, Hályos le tudja kezelni. Aztán lehúz a Kocsist. Ha vendégek cserélnének, Tresó jöhet a pályára. Isontáról érkezett a nyáron. Neves megyei másodosztályban tavaly 30 gólig jutott. Jászárok szállásban egyelőre egy találata van. Csak hát senki nem akar lejönni. Most veszi észre Hályos, hogy bizony ő a lecserélt játékos.
Nálunk pedig egy olyan váltás történt, hogy Szívós Gergő karjáról Szívós Gyula kezére került át a csapatkapitányi karszalag. Alig ha tudja majd folytatni Gergő. Már nagyon húzza a lábát, nagyon fáj a vádli. Kovács Laci jöhet a helyére. Nagy teszi tovább. Tresó! Székely rúgja meg. Két győztes meccs után, amikor már úgy tűnt, hogy kezdjük kidugni a fejünket a mélyből. A jászárok szállás most újra lánkra locsolhat és ránk löbbölhet valamit, amit nagyon nem szeretnénk. Igaz, a sorsolásunk talán kedvezőnek mondható. Alsóházi csapatokkal meccselünk a hátra levő négy bajnokin. Két újonc következik Jász kísérnél, mint Tószeg. Majd a kunsági rangadó kisújszálláson az áró őszi fordulóban pedig Rákóczi falva látogat Karcagra. Mind a négy meccs a kötelezők közé tartozik. És hát azért nem mindegy, hogy négy nyertes meccs, ha összejön a négy nyertes meccs a szezon végén, vagy hét az ott Zsinórban. A rövidre a szöglet, olyannyira a rövidre, hogy be sem ment a pályára. Szívós Gyula gyorsan elvégzi, Bukowski pedig meg akarja úzni a vonal mellett. Nem érik el becsúszva sem a lábát. A nagy azonban visszakönyököl. Bukowski legnagyobb örömére észre is vették. Karcagi szabadrugás a 76. percben, de csak a csere után Szívós Gergő jön le, ahogy az várható volt. Kovács Laci váltja. Szent Annai. Jól kanyarodik. Orosz visszaollózza középre, Szőke azonban mellé bólint. Karcagiak nagyon vehemensen szidják a játékvezetői ármas ténykedését. Egyesek szerint nem is jó helyről jött be az a szöglet, ami egyelőre a vesztünket okozza. Kár ezzel foglalkozni. Bement. Gól lett. Túl kell magunkat tenni rajta. A játékvezető megadta. Negyed óránk van még arra, hogy valamit tegyünk ez ellen. Ami viszont ennél szomorúbb, hogy a második félidőben igazán nem volt helyzete sem a Karcagnak. Nem kellett nagyot védenie Papnak. Sőt, úgyis igazából védenie se kellett. Orosz. Erdei. Mezőnyfölényben játszik a csapat, nem eddő abszolút. Igaz, hogy ott tartjuk a labdát, a jászárok szállás tér felén, de messze a kaputól. Újabb szabadrugás, de nem sok esélyünk volt eddig gólt fejelni. Igen, jól, nagy darab játékosok vannak hátul, de JVS-nél. Akik kedvelik azért az ilyen párharcokat. Ez most laposan jön be, szó minden értelmében. Kovács. Megpattan a védőn.
Seres Ruben tette bele a lábát, egyébként is kigurult volna. Korábbi Jászberényi játékos azonban szögletre tisztázott. Korábban ő is azért utánpótlásban, magasabb osztályokban pallírozódott. 2015 óta erősíti a JVS a csapatát. Bukovszki. Sikerül kicsúsztatni Tresó Adriánnak. Nem kerülünk gól helyzetbe. Nagy. Szépen átoszta a másik oldalra, aztán róla ment ki, kivezette. A vendégek azonban cserélhetnek. Négyessel érkezik Molnár Zoltán a csapatba. Ő is Szerdahelyi Gáborral egyetemben tavaly nyáron érkezett. Markaszról hozta magával a vezetőedző. Petrányit váltja ma. Szívós. Rögtön Molnárról megy ki. Az asszisztens és a játékvezető egymást nézik. Isten igazából egyik ők se jelzett, hogy most mi is lenne az ítélet. A karcok dob. Erdei, húzzák, Erdei még. És nem 11-es, véletlenül sem, kifelé szabadrugás. Kovács belebombázza Molnárba, szerencsére hozzápatta jól Székely, ez is lap lesz. Neki sem volt még. Nem láttátok még, hogy milyen aljas, hogy fogok azok, ez így? 81. perc. Sári. Szent Annai. Fekete. Erdei indít, Kovács bal belsővel szépen kezeli le. Remek szóló Kudelkától. A beadásba Szent Annai ér bele. Orosz. Kupai. Bukovszki. Orosz. Székely Dávid. Tanácstalan a csapat. Pedig egyre kevesebb időnk van. Kovács. Elveszti a párharcot Kudelkával szemben, kényszerűségből állt be az első félidőben. Remekül játszik azonban Tresó. Senki nem tudja, hol a labda, Szent Annai elegánsan kisarkalja. Szívós. Kupai.
Megtolja. Ez papé lesz. Karcak pedig újabb cserét dob majd be. Az utolsó mezőnyjátékosunk is be fog állni. Mármint aki egészséges. Ott van ugyanis Szőke Norbi is a kispadon. De őt lehet, hogy nem kockáztatjuk még meg. Rózsa Pistű viszont a szezonban másodszor, múlt héthez hasonlóan beáll, akkor 10 percet kapott, most valamivel kevesebbet fog. Külföldi munkája miatt hagyta ki a bajnokság első 9 fordulóját. Egyelőre még ő is megpróbálja majd visszanyerni az erőnlétét és a formáját. Tresó rúgja föl Bartóknak, nagyon gyors, és ez az övé lesz Szorosz mellett. Remek volt Orosz helyezkedése. Kovács. Cívós Gyula. Tari előre. Orosz. A Jászárok szállás úgy volt második a bajnokságban, hogy gyakorlatilag a papírforma mérkőzéseit begyűjtötte. János Hida és a Törökszent Miklós elleni igazi erőpróbákat elbukták. Ezért a két kisebb jászsági rangadót fényszorúval itt Jászkísér ellen megnyerték. Viszont az, hogy valójában mennyire erős is ez a Jászárok szállást, azt majd a következő hetek fogják megmondani. Zsinórban Karcak, Szajol, Csépa, Újszász, valamint Tiszafürad az ellenfelek. Az első, a harmadik, a negyedik, a hatodik és a hetedik helyezett csapat a két ellenfél. Hát úgy néz ki, hogy az elsőt az sikerrel veszik. Közben cserélünk. A Rózsa bejött kupai helyett. Nálunk marad a labda. Szívós. Minden mezőnyjátékos a Jászárok szállási térfélen. 86. perc. Szent Annai. Megy Székely. Beérkezett a kapus is. Bartók. 60 méterről adja haza. Jó indítás. Le sem volt azonban Bartók. Ő azt mutatja, hogy nem lehetett azon. Erdei. Rózsa. Erdei. Próbálja meghúzni Erdei Tibi. Rásik a labdára, mehet tovább. Rózsa. Laposan. Seres kiteszi Tresónak. 88. perc, a vendégek még cserélnek. Orosz lekezeli, Bukovszki lő, ember feletti, óriási védés Paptól. Hát, elképesztő, hogy ért le. A legnagyobb védés a meccsen, de könnyen lehet, hogy a fordulóban is. Szinte már fölugrottak a karcagiak.
Bukovszky még. Ott pattog, egy dagonya a 16-os előtere. Sárfoci. Rózsa. Székely középre fejeli. Kovács most rúgja ki. Forró pillanatok. A Jászárok Szálási 16-os előtt. Székelylő ebbe is belevetődnek. Egy emberként Bekkel a JVS-e. Ki lehet-e húzni vajon a legvégéig? És lehet, hogy későn ébredünk, és későn tesszük oda az utolsó rohamukat. Bukovszky nem tud ráfordulni. Kocsis. Ő viszont teker. Inkább helyezte, mint hogy erő lett volna benne papvéd. Szent Annai azt mutatja a játékvezető, hogy semmi nem történt. Bartók. Szent Annai kibújik mellette és elviszi a labdát. Mindjárt letelik a rendes játékidő. Erre a szabadrugásra még biztosan lesz ideje a csapatoknak. Szőke Zoltán itt áll már jó néhány perce, nem cseréli azonban be Szerdai Gábor. Ő is érzi, hogy ezek most nagyon forró pillanatok. És ezeket valahogy ki kellene húzni. Csere! Kettő perc. Ennyi lesz vissza. Ennyi a hosszabbítás. Senki nem akar lejönni. Bartók most jön, hát nem szaporázza a lépteit. Miért is tenné? 1-0-ra vezet a csapat a Karcagon. Egy nagyon kemény és nagyon paprikás hangulatú találkozón. Után nyerhet újra meccset a Szárok Szállás a Liget úton. Még egy szöglet. Szívós Gyula mindenkit följebb küld. És most már végül is nincs is miért várni. A Jászárok Szállás még egy cserét szeretne harcba küldeni. Időhúzó jelleggel ez egyértelmű, és meg is engedi most a játékvezető. 15-össel érkezik Csikós Tamás a pályára. Korábban jóval nagyobb feladatok árultak rá. Mostanság már inkább kiegészítő ember. A játékvezető nézegeti az óráját. Két cserét is a hosszabbításban használ ki a JVS-e. Kudelka pedig csereként állt be, és így jön le. Hát ez is ritka pillanat. Alig a fáj most neki ez. Rózsa. Ott a fejes, és kapu mellé néhány centivel. Ebben a fejben marad benne az egyenlítés. Könnyen lehet, hogy pap kirúgása egyben a végét jelenti majd. Hatalmas védéssel tartja meg a győzelmet a kapus a kékeknek.
minden száj tátva maradt, ahogy azt kipaskolta az alsóból. Rózsa! Még mindig mehet a játék. Kovács Laci! Messzhúzás! Jászárok szállási szabadrugás következik. Nem tudjuk megnyerni a meccset. És egy nagyon fontos rangadót veszít a csapat. A 4 pontos hátrány a második helyezettel szemben nem hogy egyre csökken, de 7-re nő. És ez a vége. Karcag, Jászárok szállás 0-1. Egy végig forró hangulatú, nagyon kemény belépőkkel, sok-sok párharccal, apróbb balhékkal tarkított találkozón. Egy fejes góllal kikap a karcagi csapat. Kovács fejelt kapura, azért nem merem azt mondani, hogy ne kiérjük a gólt, mert a vonalról még az egyik karcagi belefejelt, és végül is így az ő buksiáról került be a mindent eldöntő találat, fekete kapujába. Ami biztos, hogy kikaptunk, Jászárok szállás pedig 5 év után viszi el mind a 3 pontot karcagról. Csalódottak lehetünk. Ebben a meccsben a játék képét tekintve sokkal, de sokkal több volt. Almai Mártont hallották a találkozó egész alatt. Csanádi István operatőr kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A 2 szakvezető értékelésével folytatjuk. Innen azonban azt kell mondjam, viszontlátásra, viszonthallásra. Óráját. 2 cserét is a hosszabbításban használ ki a JVS-e. Kudelka pedig csereként állt be, és így jön le. Hát ez is ritka pillanat. Alig a fáj most neki ez. Rózsa! Ott a fejes, és kapu mellé néhány centivel. Csapatunk vezetőedzővel, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Hát nehéz mit mondani egy ilyen meccs után, egy igen paprikás hangulatú, néhol sárdagasztós meccs volt. Belülről hogy élted át? Én azt mondom, hogy lehet, hogy közelebb álltunk a győzelemhez, mert nagyon helyzetük se volt. Nekünk volt 3 vagy 4 olyan lehetőségünk, amit gólra kellett volna váltanunk. A paprikás hangulat, ez mind a bírónak köszönhető. Szerintem egyik csapat se olyan, hogy most feleslegesen faltoljon. Sajnos elején kellett volna megfékezni azokat a játékosokat, akik szerintem majdnem úgymond direkt faltoltak. Hát sajnos kicsúszott a kezéből. Utána természetesen, ha egy játékvezető már meccs után figyelmeztet valakit, akkor szerintem az már saját magának keresi a problémákat. Úgyhogy a mérkőzésen én úgy éreztem belülről, hogy igen, egy mély talajú pályán próbáltuk egy kicsit visszaállni, hogy nehogy megkontrázzanak minket. Szerintem az első fél időben abszolút partiba voltunk, és volt 2 nagy 100%-os helyzetünk. A második fél időben is szerintem a mi akaratunk érvényesült. Sajnos egy rögzített helyzetből gólt kaptunk, ez mind koncentrálás kérdése. És sajnos a mostani csapatban ezért vagyunk olyan helyzetben, ahol vagyunk, mert nem tudunk 100%-osan koncentrálni mérkőzésen. Volt egy kisebb hullámvegy a csapat életében, aztán az előző 2 fordulóban 6 pontot szereztünk. Ez ma nem jött össze, de gondolom a következő hetekben újra csak is a győzelem a cél. Hát mindig úgy állunk hozzá, egy győzelem. Egy nagy problémánk van, hálóképességben, erőben nem vagyunk ott, ahol kellene.
Ezt már most nem fogjuk tudni orvosolni ez a négy mérkőzés alatt. Mindent megteszünk, de nagyon rá fogunk feküdni az alapozáskor, mert ez számomra ez hatalmas csalódás, hogy egyes emberek 20 perc után elfáradnak mérkőzés alatt. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és hát a következő négy meccsre sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Következő percekben a győztes Jászárokszállási csapat vezetőedzőjével, Szerdahelyi Gáborral beszélgetünk. Hát gratulálok a 3 pont megszerzéséhez, 5 év után tudott győzelemmel távozni a JVS-e Karcagról. Egy igen kemény meccs volt azért ez a mélytalaló pályán. Hogy tetszett kívülről? Köszönjük szépen a gratulációt. Nem tudtam, hogy 5 éve volt ez, ugye én másfél éve vagyok itt a csapatnál. Hát nehéz mérkőzésre számítottunk, valóban az is lett belőle. Körülmények is nyilván a vizes pálya is befolyásolta a találkozó kimenetelét. Én tudtam, hogy szoros meccs lesz, illetve hogy maximum egy gól fogja eldönteni. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt a gólt nekünk sikerült megszerezni. Ide is oda is lehetett volna, egy-egy helyzet lehetőség volt, lövés, de hát nagyon örülünk neki, hogy végén mi tudtunk 3 pontot szerezni. Az elmúlt hetekben igen szépen gyűjtögeti a csapat a pontokat, azonban úgy gondolom, hogy az igazi erőpróba a következő hetekben fog jönni, amikor a bajnokság élcsapataival meccsel a JVS-e. Mik a kilátások? Valóban így van, hát a sorsolás szeszélye folytán a végére maradtak itt a rangolók, beleértem ezt a mérkőzést is természetesen, ugye Szajol, Csépa, Újszász és Tiszafüred a sorrend, hát nagyon-nagyon nehéz lesz, legalább olyan nehéz, mint a mostani mérkőzés. Hát itt az esélylatolgatással kapcsolatban annyit, hogy ha nem hagyjuk el vesztesen a pályát, itt egy-egy pontokkal is azért ott tudunk maradni, hogy hallottam ma, hogy alakult a többi eredmény, hát azért sikerült leszakítani elég sok csapatot magunkról. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt a eddig is jól haladó őszi szezon sikerül úgy befejeznünk, hogy büszkék lehetünk az őszi teljesítményünkre. Említette, hogy másfél éve vezetőedzőn Jászárokszáson, az első szezonban egy 6. hely jött össze. Mi a célkitűzés idén? Hát a szakadetés, az első 5-be való bekerülést tűzte ki célul. Nem szeretném azért azt, hogy itt ne a földön lépkedjünk azért, mert most másodikok vagyunk, és abszolút tehát a mindenfajta várakozás felül szerepelt a csapat eddig. Én úgy gondolom, hogy a realitás valóban az első 5. Ebben benne van a mostani helyezés is, egy 4.-5. helyezés is. Fontos lesz az, hogy a tavalyi idényhez képest a rangadóból hogy fogunk kijönni. Tavaly az őszi szezonban összes idegenbeli mérkőzést rangadót elbuktuk, mert otthon is volt 2 bakink. Tavasszal jobban mentek már ezek a meccsek, most pedig hát hál' Istennek egyelőre jól indul ez a fajta sorozat a számunkra. Köszönjük szépen, még egyszer gratulálok a mai győzelemhez, és hát sok sikert a rangadókhoz. Köszönöm szépen, minden jót Karcagnak is. Köszönjük szépen. Bukovszki a labda mögött. Nem tekeri rosszul, Székely elől kifejelik, Terjék visszakanalazza. Erdei lő, és ebbe is belevetődnek. Hályos indulhat. Még mindig ő, Szívós Gergő elcsúszik, Hályos a 16-oson belül, és mellé gurít. Hatalmas helyzet volt. A játékvezető pedig azt mutatja, hogy szögletrugás következik. Ezek szerint még Fekete beleért. Kubai szépen elfejeli Bartók elől. Székely ki akart bújni, aztán megfogta. Nagyon láttam akkor Seres kezét. Kifelé jár a szabadrugás. Ki? Kapu elé, veszélyes. Papvéd határozott volt, ki sem jött a kezéből. Újabb balé. Széke is oda megy, aztán hőzöngeni. Hát remélhetőleg nem csúszik ki az irányítás. Aztán lábbal, hát ebből egy nagyon csúnya végjáték lehet, és még csak a 20. percben járunk.
Hát erre semmi szükség. Mindenki reklamál, mindenkinél Kupai újra a földön. Csak egy sárga. Sári Csaba kapja. Szívós Gyula eladja. Kaszap tovább. Petrányi. Ő Hájosnak. Az elmúlt napok esőzései azért a pályán is hagytak egy-két nyomot. Az pedig most a játékosok mezén, néhányan már igen sárosan. Jó a beadás, jön Fekete, és nem tudja kirúgni Kaszab a kezéből, megpróbálta. Becsúszva érkezett Petrányi, és azért nem olyan jól. Remek labda, Székely! Nem tud elmenni a kapus mellett. Sőt, előtte még ő volt szabálytalan. Kotka odaáll, fogja a rövid oldalt. Középen nagy a tömörülés. Szent Annai. Jól tekeredik, ott a fejes is. Erdei azonban nem talál kaput. Most jártunk talán a legközelebb eddig a gólhoz. Nagyon keveset mozgunk labda nélkül, Erdei. Nem rossz szemelés. Ott van még Kupai, nem tudja átfejelni a kapuson. Ahogy kell, fölhúzott lábbal érkezett Pap, és túl közel ért hozzá Kupai Krisztián. Petrányi. Ajándéklabda volt, vissza is adta a kocsist, lövésre biztatják. El is engedi, magához szorított kezet talált. Szent Annai elfekteti az embereket. Kupai. Ő bead, és hálót talál. De csak fölülről, lecsúszott a lábáról. Így lett majdnem jó. Sári. Szent Annai szépen szerez labdát. Terjék aztán picit elbambul. Legalább mi mehetünk egy taccsal. Bukovszki. Ő sem tudja lekezelni. De majdnem kihasználja a védők bénázását. A kapus és Kovács egymásra várt. Székely, jó labda Kupainak, ez gólhelyzet, és Papp véd nagyot. Sári, Szent Annai szépen áll elé. Terjék, és most talán egy kis terület. Erdei. Hiányzott a gyorsaság, így, ez nagyon csúnya volt. Kovács nyújtott lábbal Szent Annait, Orosz pedig aztán leütközi Kudelkát. Újabb forró pillanatok. Orosz nagyon dühös, ő kapott egy lapot. A taktikai szabálytalanságért, meg hát nem csak taktikai jellege volt, annak kicsit tekintélyt akart parancsolni egy kőkemény nyújtott lábas Kovács belépő után. Szent Annai lemaradt. Székely, okosan nem tette kapura. Szívós.
kicsibe Szent Annai. Most a beadás. Pap lehúzza a levegőből. Aztán nagyon dühös a társakra, nem lett volna szabad hagyni Szent Annait beadni, meg kicsibe elvégezni a szabadrugást. Gondolom én ezért tűnünk pap. Ezért utána megnyugszik a kapus. Az elmúlt 5 szezonban csak 3 meccsről hiányzott. Egyértelmű, hogy rendre az ő nevével kezdődik a JVS-e összeállítása. Jászberényben magasabb osztályban is védett. Nagyon jó képességekkel megáldott kapuvédőről van szó. Petrányi tette tovább. Karcaki dobás. Petrányi is egy nyári szerzeménye Szerdai Gábor együttesének, Tresóval, Sárival, Szabóval, Szőkével és Litkeivel egyetemben érkeztek. Megvan tehát az erősítés azért Jászárok szálláson is. És ott a tavalyi bajnokságban 6. lettek Szerdai Gábor bemutatkozó szezonjában. Idén alig, ha nem ezt kellene fölülmúlni. Tavaly ületek 6., hogy például ugyanannyi pontot szereztek, mint mi, az 5. Karcag és a 4. Turkeve. Kevesebb győzelmük és rosszabb gólkülönbségük miatt szorultak le a 4. helyről. Elmegy keresztbe Székely beadása. Senki nem kísérte a támadást a hosszún. Orosz eltűnik középen. Neki is van egy sárga lapja, nagyon dühös. Nem fognak ezért szabadrugást is 11-es sem adni, pláne nem lapot. Orosz, ajaj, aztán ott középen Kovácssal megy a vita, megy a balhé, valakinek szét kellene szedni őket. Orosznak van egy lapja, Kocsis is ott van, újabb lögdösődés. Végül is a második félidőben még nem volt. Hát Orosz mestert, ha külső vezetőedző lenne, lehet, hogy most kellene lecserélni. Ő azonban nem biztos, hogy ott a pályán ennek tudatában vagy lehet le kell jöjjön. Különben ebből kiállítás lehet. Kovács továbbra is megy a vita. Bartók elől a visszafutó, Szívós Gyula. Most Orosz. Karcagi oldalon pedig Szőke Robi készül beállni. Eladjuk. Ájos újra megzavarja a labda szerencsére. Kocsis aztán nagyon csúnyán ment oda nyújtott lábbal. Szerencső, hogy nem találta el. Bartók fejjel. Új, de veszélyes volt. Fekete véd. Hideg vérrel tapadta nyálkasához a labda. Nagy Ferenc érkezik a szöglethez. Ő lövi majd be középre, Szőke visszazár fejelni. Egy pontrugás, aminél nincs középen, nagy kakaskodás. Ott a fejes, átfejelik, és benn van! Kovács Ádám fejesével 1-0-ra vezet a Jászárok szállás. Szívós Gergő jön le, ahogy az várható volt. Kovács Laci váltja. Szent Annai. Jól kanyarodik. Orosz visszaollózza középre, Szőke azonban mellé bólint. 88. perc, a vendégek még cserélnek. Orosz lekezeli, Bukovszki lő! Ember feletti, óriási védés paptól.
Hát elképesztő, hogy ért le. A legnagyobb védés a meccsen, de könnyen lehet, hogy a fordulóban is. Szinte már fölugrottak a karcagiak. Bukovszki még. Ott pattog, egy dagonya a 16-os előtere. Sárfoci. Rózsa. Székely középre fejeli. Kovács most rúgja ki. Forró pillanatok. A Jászárok Szálási 16-os előtt Székelylő ebbe is belevetődnek. Egy emberként Bekkel a JVS-e. Ki lehet-e húzni vajon a legvégéig? És lehet, hogy későn ébredünk, és későn tesszük oda az utolsó rohamukat. Bukovszki nem tud ráfordulni. Kocsis. Ő viszont teker. Inkább helyezte, mint hogy erő lett volna benne papvéd. Két cserét is a hosszabbításban használ ki a JVS-e. Kudelka pedig csereként állt be, és így jön le. Hát ez is ritka pillanat. Alig a fáj most neki ez. Rózsa! Ott a fejes, és kapu mellé néhány centivel. Ebben a fejben maradt benne az egyenlítés.